Jó napot! Egy szál lángolt kolbászt szeretnék. Igenis! Kérem, mit csinál? Miért cipelne annyit, hölgyem? Az ételek egyharmada úgyis a szemétbe kerül. Jól átgondolt vásárlással már a boltban is csökkenthetjük az élelmiszer hulladék mennyiségét, ha csak azt vesszük meg, amire valóban szükségünk van. Nem minden élelmiszer hulladék pazarlás, a kávézac, tojás, héj, a zöldségek és a gyümölcsök emberi fogyasztásra alkalmatlan részei nem elkerülhető élelmiszer hulladékok. Pazarlás az, amit feleslegesen vettünk meg vagy készítettünk el, és kidobjuk, ami még ehető lett volna. Az első helyen a készételek szerepelnek, főleg, hogyha vendégeket várunk, akkor hajlamosak vagyunk irreálisan nagy mennyiségeket sütni, főzni. Ezzel alapvetően nincs baj, csak legyen hely a fagyasztóba, hogy el tudjuk ezeket még időben tárolni, és persze onnan majd ki is kell venni. Második helyen állnak a zöldségek és gyümölcsök, harmadik helyen pedig a pékáruk. A pékáruknál egyébként nagyon szép javulás volt érezhető. 2016 óta lefeleztük a kidobott pékáruk mennyiségét. A képen látható élelmiszer hulladékból hazánkban átlagosan körülbelül 60 kg-ot termelünk fejenként. Ebből 24 kg megelőzhető lenne. Az elpazarolt élelmiszer ma árak mellett mintegy 40 ezer forint veszteséget jelent egy átlagos magyar számára. Az elmúlt évekhez hasonlóan szeretne a Nébih egy körképet készíteni arról, mennyi élelmiszer hulladékot termelünk mi magyarok, ehhez várnak jelentkezőket. A háztartás lehet egy személyes, de lehet akár 10 fős is. Igazából számunkra jó is, hogyha minél többféle háztartás jelentkezik. Az önkéntes háztartásoknak egy hetet kell kiválasztaniuk, még a karácsony előtti időszakig bezárólag, és ezen az egy héten minden egyes élelmiszer hulladékot meg kell majd mérni, ami otthon keletkezik. Ehhez, hogyha nincsen az adott háztartásban konyhai mérleg, akkor ezt is biztosítani tudunk az első 200 háztartásnak, és az élelmiszer hulladékokat egy naplóba kell bevezetni, ez lehet online vagy nyomtatott napló, ezt bármelyiket rendelkezésre tudjuk bocsátani. És megköszönjük a háztartások részvételét még néhány ajándékkal, amelyek között lesznek hasznos tárgyak is, amelyek hosszú távon is jól használhatók egy háztartásban. Bármelyik háztartás jelentkezhet egy rövid regisztráció után a maradéknélkül.hu oldalon. A tavalyi évben rekord részvételünk volt. Kb. 1800 ember vett részt ebben a felmérésben, ez 500 háztartást jelentett. Ebben az unióban a legnagyobb háztartási számmal rendelkeztünk, úgyhogy erre büszkék vagyunk. Idén is szeretnénk ezt a kitűnő eredményt megismételni. Az eltelt 5 évben az uniós átlaghoz képest is nagyon jól alakult a pazarlási statisztikánk, de még így is 883 ezer tonna élelmiszert dobunk ki évente, amelyből 430 ezer ember, azaz Nyíregyháza teljes lakossága 3 éven át minden nap 3-szor jól lakhatna.